Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és hozok nektek egy videót a Battlefield javításokról, patchekről, amelyek kijöttek az elmúlt időkben. Egy kicsit beszéljünk már erről, mert most már úgy érzem, hogy itt van az ideje, és szeretném kikérni a ti véleményeteket, ti hogy látjátok most már ezeket a javításokat. Nem nagyon akartam eddig csinálni ilyesmiről javítást, mert nem voltak olyan szintű lényegesek, amelyek nagyban megváltoztatják a játékot, ám most, hogy hamarosan kijön a Neville Strike DLC PC-re és Xbox, illetve hát minden platformra, előbb-utóbb, hamarosan kijön, így aztán egy masszív patch látott napvilágot, ami már benne van a játékban, és azért nagyban átalakítja azt a játékot. Miközben kicsit beszélve most a játékról is, hát beültem az AOBA Obliteration-t játszok, és hát próbálom védeni ott. Miért az AOBA ültem be, vagy Tunguska, vagy akármelyik fajtája ez a légvédelmi járműveknek, mert egyszerűen nem jutott más igazából, és hát akkor lássuk, mit tudunk. Már csak egy kicsit megpróbáltam távol tartani a helit, már elég volt, hogy ne tudjanak idejönni. Már elég volt, hogy jobban meg tudjam védeni a csapattársaimat, és hát hopp, ugye betalálnak az ellenfelek, és próbálják felrobbantani ott minden előmmel. Igyekeztem megvédeni, inkább háttérből egy kicsit mozgolódni, nem engedni ide az ellenfél heliét, és amikor lehetőség van rá, rámenni a gyalogságra, mert hát miért is ne? A jármű, a légvédelmi jármű, a csoda anti-air fegyver még ezekre is képes. Úgyhogy nagyon, vagy úgy mondjam, mondhatnám azt, hogy anti-air rampage játékot fogtok látni, nagyon effektíven lehet vele dolgozni. Viszont a patchnek javarészen ehhez is köze van, és az első ugye patch rész, ami napvilágot játszott, azon kívül javítottak a netcode-on, hogy jobb legyen a hitregisztráció, hogy ne legyen olyan magas ping, és a többi. Azon kívül masszív patch látott napvilágot a tankokat illetően is például. Ugye van az a jelenet, amikor néha így mész gyorsan a tankkal, belemész egy nagyobb huppanóba, és megfordul a tankot szinte 360-as fokos körben, ami elég idegesítő, mert rángat le vissza célról, és a többi. Na, most már odáig jutottak ezzel a patch-el, hölgyeim és uraim, hogy elég egy nagyobb bacska kő, amin eddig a tank gyakorlatilag átment gond nélkül, már az is ki tudja billenteni az egyensúlyból a tankot, és gyakorlatilag meg tud fordulni. Észre is fogjátok venni, itt időnként az anti-airnél is ez megtörténik, hoppa, C4. Szóval észre is fogjátok venni, hogy az anti-airnél ez időnként meg is fog történni. Egy kicsit kisebb áramú belemek már kifordul, ez tankkal is volt, nagyon-nagyon tapasztaltam, és ez azt jelenti, hogy a tankjátékot nagyban át fogja alakítani. Eddig a tank ugye arról szólt, hogyha voltál egy staff shell be volt pakolva, egy heat shell be volt pakolva, vagy szabott, mindegy volt, le tudtad zúzni az ellenfél tankját, hogyha időben mögé mentél, időben megláttad, előtted az első golyót, te nyerted a csatát. Ez volt a tankcsata. Na de most kérem szépen megváltozott az egész. Bocsánat. Szóval megváltozott az egész. A staff shellnek 25%-kal levették az erejét, és a bemérés is gyakorlatilag. Tehát a staff shell bemérés ideje hosszabb lett, így aztán nem tudsz már olyan effektíven harcolni vele, úgyhogy a tank egy kicsit most ilyen tankcsaták még jobban átalakul. Az arra a videóra, amit felraktam, haladó tanktippekkel kapcsolatban, tehát még ilyen World of Tankos lesz, nagyon meg kell gondolnod, honnan, milyen szögből lősz az ellenfél tankjára, inkább meglep, mint hogy rás játékot játsz egy tankkal. A tankolást egy ilyen szempontból átalakították, nos, még berekedek a végén. Kíváncsi vagyok, ti mit szóltok ehhez? Mit szóltok ahhoz, hogy már gyakorlatilag egy kisebb árak, nagyobb kő is elég ahhoz, hogy kibillentse a tankot az egyensúlyából. A staff shell-nek az erejét 25%-kal levetik. Személy szerint a staff shell-lel részével egyetértek, de hogy a bemérési idejével, tehát gyorsabban is mérhetne be, az gyakorlatilag megmaradhatott volna, így aztán gyakorlatilag rásolni tank rampage-et már nagyon nem tudsz elérni, és a tankod ereje még inkább fog függni attól, hogy mennyire erős körülötted a gyalogság, és mennyire tud rád vigyázni, úgyhogy nagyban múlik attól, hogy mennyire tudsz effektív tankjátékot játszani, ha nem, akkor a háttérből egy szupportív szerepet kell a tankkal folytatni, mint ahogy én is itt nyomom
a kis anti-air-rel próbálom támogatni a csapatomat, nem közel engedni magamhoz azt a helikoptert, ahol a bomba van, na de elintézzük természetesen az anti-air mindenre képes, hölgyeim és uraim. Látjátok, itt igazából helyből kifordult az anti-air, fölmentem a dombocskára, nem is nagy sebessége, nem is semmivel, de már kifordult. És azért ez bizonyos pillanatokban kritikus tud lenni. A következő lényeges dolog, amit már behoztak a játékban, sajnos ugye, az pedig az AA akna lenne, az anti-air akna, ami igen megnehezíti a repülőknek a dolgát, és azoknak, akik pilotáknak a dolgát, akik szeretnek repülni, azoknak igazából nagyon meg fogja nehezíteni a dolgát, hogy úgy mondjam, lehet, hogyha majd kijön a Naval Strike és a Titan mód és új játékstílus, akkor lesz valami értelme ennek az AA aknának, de eddig, hogy őszinte legyek, tehát csapatonként az összes engineer lerak egyet egy bizonyos helyre, és onnantól kezdve, ha ügyesen rakják le, már felszállni sincs időd az a bizonyos helikopterrel, ha túl alacsonyan szállsz a repülővel, már be fognak tudni mérni, úgyhogy egyelőre ez az anti-air akna, hogy úgy mondjam, a repülőzés halálát jelenti. Úgy néz ki Battlefield 4-ben, számomra legalábbis, mint olyannak, aki szeret repülni, mint pilóta, az anti-air mellett, a spawnon lévő légvédelmi ágyú mellett még egy ilyet is beraknak, az már eléggé elveti a súlykot, hogy úgy mondjam, nagyon lefokozza a repülés, a repülés iránti szeretetet, és azáltal kialakult játékmódot nem gyakorlatilag a pálya le tud fedve lenni repülőjárművek ellen ezzel a bizonyos anti-air aknával. Nos, a következő nagyon idegesítő, és szerintem ti is észrevettétek, kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy látjátok. Biztos van, aki örül neki, van, aki nem. Speciál én nem, mert én, hogy úgy mondjam, szeretek ilyen multikatona lenni, többféle járműben használni, és úgy játszani, kiélvezni gyakorlatilag azt a Battlefield nyújtotta élményt, hogy minden járműnek megvan az ideje. A Javelin a következő, ami nagyon-nagyon magasat patcheltek, most már alapjáraton 30-at sebez a Javelin, 30-at, hölgyeim és uraim, rengeteg. És kialakult az új bugyuta szokás, mint természetesen, mint minden játékban kialakul a bugyuta szokás, de az új bugyuta szokás az, hogy 4, 5, 6, 7, 8 engineer a spawnról várja a tankodat, a hajódat, az akármidet, amivel te elindulsz, és már rögtön, ahogy kilépsz a spawnról, ugye, 6-7 rakéta repül helyből feléd. Na most ugye a patchek java gyakorlatilag úgy akart indulni, hogy egy kicsit eltulódjon a skill játék irányában az egész játék, de most gyakorlatilag az történt, hogy megcsinálták a patcheket és újabb idióta szokásoknak adtak teret. Most mondjátok meg, hogy így van vagy sem. Szóval megvan az, tehát az, hogy javítottak a netkódon, az, hogy bizonyos fegyvereknek levették az erejét, az például az A-nak, tehát itt az anti-airnek, hogy levették az erejét, bizonyos fegyvereknek ráadtak néhány tulajdonságot. Az tényleg eltolta a játékot az úgynevezett skill irányba, egy kicsit erősebbé tette a gyalogságot, hogy egy kicsit többet kelljen tenned azért, hogy győzhess a játékban, hogy lelőd az ellenfelt, hogy lelőd azt a repülőt, hogy lelőd azt a járműt. De most bizony újra behoztak egy anti-air aknát, magasra tették a Stingernek a sebzését, a tankot gyakorlatilag lebutították abból a szempontból, hogy a Starshellnek 25% mínusz az ereje, ugye most már egy nagyobb, kisebb, nagyobb köveken is ki tud fordulni az a bizonyos tank, hogyha nem vagyunk elég óvatosak. Persze ez már megint megkíván egy másfajta játékot. Kinek ugye sokkal skill játékot követel meg ez, kinek pedig természetes lesz, hogy így kell harcolni egy tankot. Tehát változó lesz sok szemszögből. Alkalmazkodni kell az új patchhez, az új játékokhoz, az új stílushoz, de azért bizonyos mértékben például az, hogy 6-7-8 engineer már arra vár, hogy te beszállj egy tankbaszponban és bemérnek, az azért egy kicsit túlzás ezt megengedni, tehát hihetetlen távolról be tud mérni a Javelin. Akkor ugye az A akna, hogyha gyakorlatilag jól, vagy véletlenül is akár, ahogy lerakják az engineerek, már le tudják fedni vele az egész pályát. Szóval ez már nem tolódik annyira a skill irányába, ez már elveszi a kedvét, a játékélményt azoknak, akik például szeretnek repülni, szeretnek tankban ülni,
mert gyakorlatilag nem engednek nekik teret a játékhoz, és azt mondom, hogy még nem fedeztem föl például, hogy hajóval milyen új technikát lehetne csinálni, hogy elkerüljük a Javelin Rampage-et, ami vár rád például egy Paracelstormon az első szigeteknél a spawnon. Tehát már nem tudom, helikopteren még nem tudtam felfedezni a technikát, ami vár rád a AA akna, tehát az anti-air akna kikerülésére. Szóval ezekre majd hamarosan megoldásra állok, hamarosan töltök fel egy hajózási videót, különböző hajózási tippekkel, ami sajnos bele fogja valamilyen szinten foglalni a Javelint is, hogy megpróbáljuk elkerülni, nincs igazán effektív technika sajnos, a noob játék megvan. Az egyetlen effektív technika, amit én felvéltem fedezni, ha éjszaka játszom 2-3 óra környékén, akkor gyakorlatilag hasonló játékosok vannak fönn, mint én, akik nem arra mennek, hogy egy szigeten javelinezzük le az ellenfelet, hanem játszani szeretnének és követnek egy játéketikát. Valahogy akkorra maradnak meg az olyan a játékosok, akik ugye szeretnek. Na igen, itt találtam meg a végemet. Itt próbáltam védekezni néhány emberke ellen, de hát leszlemelték az bejáratot. Egyértelmű volt, valahogy tudtam is, hogy ott van. De mégis ráhajtottam. Ez már itt a vége, végjátéknak egy kis ilyen ráköszönés. Hagyjátok ott a kommenteket, mondjátok el a véleményeteket, kérlek, hogy mit gondoltok ezekről a patchekről, hogy ez skill irányba tolja el, vagy kevésbé skill irányba. Kinek mi lesz természetesen ez? Ez egyeseknek megkönnyíti a játékot, egyeseknek nehezebbé teszi. Én úgy vagyok vele, hogy nekem is. Tehát van dolgok, például a repülés, amit nagyon szeretek, ezt most nagyon elrontották számomra. A tankolás, az megint megfontoltabb, indulhat a sakjátszma. Szóval az azt hiszem, hogy az nekem feküdni fog, csak egy még jobban meg kell fogadnom azt, amit mondtam az egyik videómban, még jobban rá kell dolgozom arra, hogy nem rásolok, inkább távolra egy support szerepet játszok a tankkal. Javelint elfből nem fogok most már használni, hogy úgy mondjam, tehát lehet, hogy valamikor hozzányúltam volna, megnézem, hogy milyen, de sose szerettem, BF3-ba se szerettem, így aztán gyakorlatilag nekem mindegy, hogy Javelin ide vagy oda, nem tetszik az, hogy viszont már arra várnak az inginérek valahonnan távolról, bemérnek és kilőnek, amint kiléptél a spawnról, ez nem jó játék. Tehát levehetnék az erejét a Javelinnek, a bemérési erejét, ha nem is a sebzés erejét. Szóval az például az anti-air akna, az egyenesen ökösség, persze lehet, hogy a Neville Strike-nál, a DLC-nél majd értelmet nyer az egész, ez az anti-air akna, de eddig egyelőre csak életmegkeserítő azok számára, akik túl szeretnek repülni, szóval nos, a következő videóig, hajózást remélhetőleg, sziasztok!